A Summerfest igazi szuperprodukciója az Ásókapa Nagyharang Mennyegző a Kárpát-medencében című táncszínházi előadás volt. A darabot Szigetvári József ötlete alapján, Fundák Kassai Lili és Fundák Kristóf rendezésében az ország 6 legjobb táncegyüttese, köztük a Forrás mutatták be. A premier augusztus 17-én volt Kápolnásnyéken. Aznap este nagyon hideg volt, így a fellépők közül többen, köztük én is megfáztunk. De kárpótolt minket a hatalmas siker és a felkészülés alatt szerzett barátságok. A teltházas premier után Debrecenben, a Virágkarneválon és Nyíregyházán a Folk fél héten is hatalmas sikert arattunk. Az Ásókapa Nagyharang című táncszínházi előadást augusztus 17-én mutatták be, melynek a kápolnásnyéki Csajági Laura szabadtéri színpad adott otthont. Az eseményt megelőzte a mintegy 200 táncos felvonulása, akik néhány lépésre fel is kérték a nézőket. A fesztivál többi programjához hasonlóan az Ásókapa Nagyharang szintén a mennyegző köré épült. A kápolnásnyéki előadás a mennyasszonyok készülődését, az esküvői ceremóniát és a lakodalom népies szokásait mutatta be. Rendező koreográfusok Fundák Kristóf és Fundák Kassai Lili. Amatőr együttes még soha Magyarország történetében nem szedett össze másik 5 együttest, hogy 6-an valamilyen ilyen típusú produkciót csinálnak. Ez a magyar néptánc történelemben az első nap, amikor nem hivatásos közeg, meg nem május 1-ére, hanem csak úgy egy együttes csettint, és azt mondja, hogy gyertek ide körénk, és jön 200 táncos. Én csak annyit képzeltem el, hogy legyen 6 menyasszony. Tehát az összes szakmai elképzelésem a Fundákék felé az annyit, hogy legyen 6 menyasszony, meg legyen lakodalmas menet. Figyelj, Kristóf, van egy ötletem, az a címe, hogy Mestermunka. És akkor ő meghallgat, és akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen a lehetőséget. És akkor így is mondtam neki, hogy figyelj, azt találtam, hogy 6 együttes fő megy a színpadon, és mennyegző lesz, és Kárpát-medence és akkor de legyen benne 6 menyasszony, mert egyáltalán tök unalmas. És utána Kristóf elkezd dolgozni. És én az alkotási folyamataiba azért nem szólok bele, mert eddig akármit csinált, az engem mindig lenyűgözött. A menyegzőnél én úgy voltam bele, hogy ő ezt tudni fogja, és ő ismeri az én ízlésemet, nem az enyémet akarja kiszolgálni, de ismeri, tudja. Sok esetben ilyenkor azért nem megyek be a próbaterembe, mert szeretem az első impulzusokat. A történet állandó mesélői a vőfélyek voltak, Farkas László és Sikentán Szilveszter személyében. Mint ahogy a vőfélyeket is másképpen hívták. Hívták vőfénynek, vőfélnek, vőfinek, vagy akár dorosbának. Falusi közösségekben csak egy-két igen jó képességű fiatalember, mint mondjuk te meg én, lehetett vőfély, aki tudta, hogy mi a dolga, hogy kelljen, hogy végigvezessen egy ilyen szertartást, egy ilyen mozzanatot. 6 együttes koprodukciójából állt a performance. A Nyírségi Tánc Együttes, a Debreceni Népi Együttes, a Bartina Néptánc Egyesület, az Angyalföldi Vadrózsa Tánc Együttes, a Jársági Népi Együttes és a Forrás Néptánc Együttes független színház lépett színpadra, a Szalonna és Bandája, valamint az Agyva Banda zenekarok kíséretében. A Csajági Laura szabadtéri színpad nézőterén nem maradtak üres székek, a környék számos településéről érkeztek nézők. Augusztus 19-én és 20-án látható volt még a produkció Debrecenben és Nyíregyházán is. Összegyűlt a falunak apraja s nagyja, volt ott szép menyasszony, talpig gyönyörűben, mellette vőlegény, pompában s díszben. Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium támogatásával valósult meg.